De most törjön meg ez a hagyomány is, és ebből a szempontból is tudjuk majd magunkat jól érezni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm, polgármester úr. A regionális mezőgazdasági szakkiállítás és vásártárs szervezője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Felkérem Györfi Balázs urat, a Nemzeti... Az agráriumban, akár a növénytermesztésben, akár az átterjesztésben mindig vannak aktuális feladatok. Ugyanakkor néha ki kell lépni a mókuskerékből, és az ember, ha olyan lehetőséghez jut, hogy szakmailag mérvadó eszmecserét tud folytatni, újdonságokkal tud szembesülni, az őt érdeklő kérdésekre ott esetben választ is tud kapni, akkor érdemes arra időt szánni. Úgy gondolom, a Pápai Agrár Expo egy tradicionálisan ilyen rendezvény, és most nyilvánosan fogok egy kicsit polgármester úrral vitatkozni. Inkább fölhívom a figyelmet arra, hogy a helyi terméknek, helyben előállított élelmiszernek mekkora értéke van. Szeretnénk egyre inkább ráirányítani a figyelmet arra, hogy a magyar mezőgazdaság ne csak nyersanyag előállító legyen, hanem egyre inkább kézáru, egyre inkább élelmiszer előállító lehessen. És ez az esztendő valóban egy olyan trendfordító esztendő, amikor megnyílnak majd a pályázatok, államtitkár kollégám biztos fog beszélni róla, egyre inkább elősegítjük azt, hogy a kisközepes vállalkozások minél inkább árutermelő gazdálkodók lehessenek.